Sziasztok, Robin vagyok, és most bemutatom nektek a PlayStation 2 játékgyűjteményemet. Ugye itt láthatjátok a Devil May Cry 2-t, és ezt így belülről is megmutatom. Ugye van egy, meg még egy CD, ez két CD-ből áll, és azért bele is lapozok. Ebből a használati útmutatóba. Hát itt leírják ugye a játékról szóló információt, hogy hogy kell irányítani, van egy ilyen story mód is. És ugye ez a játékhoz volt, és hogy a játékhoz van, mert még mindig megvan. És akkor itt láthatjátok a hátsó részét, így képekben láthatjátok, hogy Dante-t. Már nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, de majd lehet, hogy újra elkezdem. Aztán van egy olyan, hogy Devil May Cry 3. Ezt is megvásároltam, ugye 16 éven felülieknek való. És akkor ugyancsak egy, és ez nem tudom, hogy milyen CD. Ez lehet, hogy ilyen bemutató CD. Ó, van egy ilyen a CD-ben, ilyen, hogy miket hoznak ki. Gondolom. Ugye PlayStation, ott van a PlayStation 2-höz a Devil May Cry 3, hogy látjátok. Hát ez a Capcom Releases, Capcom játékoknak az ilyen játékoknak a bemutatói, vagyis hogy miket hoznak be. És itt van Devil May Cry 3-nak az ilyen kis füzetecskéje. Hogy kell játszani, kik a szereplők, vagyis a karakterek, meg egyéb használati útmutató. Na. És akkor még van négy játék, amit így bemutatok nektek. A Skorpió király. Ez is egy nagyon jó játék. Ugye, ahogy látjátok, ez egy CD-s. És itt van egy jó vastag füzet, bár lehet, hogy nem csak ennek a füzete. Hanem nézzétek meg, hogy ugye DVD meg VHS kazetta is van hozzá, úgy látom. Ugye ez lehet, hogy így DVD csak díszborítás. És van ilyen karácsonyi játékkatalógus is volt mellékelve, 2002-es. És ilyen játékok voltak. Harry Potter. SimCity 4, CNC Generals, ez a Command & Conquer, más néven. Van itt az Anno 1503, és íme volt azért választék rendesen. Na. És akkor mindjárt belenézünk ennek a játéknak a kis füzetébe. Akkadian ő felemelkedése, azt hiszem, az volt Rise of the... És
akkor hogy kell irányítani a karaktereket, ugye, ebbe a játékba, meg egyéb. Ó, és itt van, ugye, 2002. novemberében a The Lord of the Rings. Hogy látjátok? Na. És akkor ez a negyedik. Itt van a negyedik játék. Ugye ezek a verdák. Azt hiszem az első része. Nem lehet tudni. És ugye egy CD-s, és itt van füzetecskéje. A main menü, hogy mi található a főmenüben. És minden leírás így a játékkal kapcsolatosan, hogy mit hogy kell használni. Ja, és még ezt nem is mutattam itt hátul. Ezekkel lehet versenyezni, ez jó kis ilyen versenyzős játék. Ja, még a Skorpió király hátulját még nem mutattam meg. Azt kihagytam. Így néz ki a játék. Ilyen verekedős. Ja, még ennek a hátulját se mutattam meg, ezt gyorsan így megmutatom. Így, íme. Hopp, és ez le is esett. Na, akkor nézzük meg. Ez a játék, ez ugye ilyen érzékelős, ilyen, hogy mondják ezt, hogy én is szerepelek benne, én is benne vagyok, és akkor így néz ki. Lehet karatézni, lehet minden mást, és akkor itt lennék én. És ilyen kamerát kell használni. És ebből van 12 játék egy ilyen CD-ben. És akkor meg is nézzük. Van egy ilyen, ahol ugye a játékokat meg is mutatják. Bemutatják. Meg még elég sok játékot. Guilty, de igen, minden. Bloodwheel, de. Hát ilyen játék ismertető a Sega-tól, és itt van a kis füzeteske a Sega Superstars-ról. Csíme. Ez egy ilyen jó kis mulatságos játék. De azért helyet kell csinálnunk. És itt van az irányítás is. Na. És az utolsó játék, az nem más, mint egy ez hasonló. Ez volt az első ilyen kamerás játékom. iToy Play. És ilyen. Lehetett boxolni, ablakot törölni, fejelgetni labdákat, és hangfalakat ütögetni. Tök jó volt. Most is jó, mert most is tudnék játszani vele, csak hát már nagyon kevés az időm. Jó játszásra!
És akkor ez ugyancsak egy ilyen kis füzetecske, hogy látjátok. Szellemfogó, Ghost Catcher. Visi-vasi, ablaktörlős, lehet kungfúzni, kiütni a odaugráló ninjákat, és ugye lehet labdával nem csak dekázni, hanem még látjátok, könyökkel is. Ez jó, Muris. Na, és hát... És volt külön a gépbe helyező memóriakártya is. Na. És akkor ez lett volna így az utolsó... ebben a részben az utolsó játék. Ugye mindegyik részben 6 játékot mutatok be. Ezek lennének, ez a 3. És ez a 3 volt. Úgyhogy remélem tetszett így nektek ez a PlayStation 2 játék bemutató gyűjtemény. PlayStation 2 játékgyűjtemény bemutatom, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!